A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján a megszokottnál szerényebb és csendesebb emlékezés volt a Trianon emlékfánál. A szervező Pázmánium polgári társulás ezúttal csak csendes gyertyagyújtásra várta az érdeklődőket. Eltelt 101 év, és újra itt vagyunk. Mi mindig itt vagyunk. Köszönhetjük ezt apáinknak, nagyapáinknak, akik mindig kiálltak azok mellett, az értékek mellett, amelyek megőrizték magyar nemzeti hagyományainkat, amelyek megőrizték itt létünket, szülőföldünkön, a Csallóköz szívében. Ezen a napon szükséges azt is kimondani, hogy mi itt szeretnénk élni a szülőföldünkön, és majd itt szeretnénk, ha el is temetnének bennünket. A további években is együtt, büszkén, felvállalva magyarságunkat, megmaradunk magyarnak itt Dunaszerdahelyen, itt a Csallóköz szívében is. Egy nappal később Dunaszerdahely motoros és autós felvonulás helyszínéül szolgált. A szervezők tavaly hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a felvonulást. Tavaly a 100. volt az első, most a második, és szeretnénk mindezt az elkövetkező években minél nagyobb létszámba és nagyobb méltósággal megtartani, hogy emlékezni tudjunk erre a trianoni eseményre, elsősorban jelezni a Nemzeti Összetartozás napján azt, hogy mi egyek vagyunk, együvé tartozunk. A résztvevők a magyarság szempontjából szomorú történelmi eseményre emlékeztek. A felvonulás a magyar nemzeti identitás erősítését is szolgálhatja. 101 éve egy nagyon nagy tragédia érte a magyarokat, és sajnos fogyunk, megy a beolvasztás, és én úgy hiszem, hogy tanulni kell a múltból, és fontosnak tartom, hogy így minél többen összejöjjünk, akár motoros vagy autósok is, és tavaly jött ez az ötlet, hogy mi is motorosok csatlakozunk ehhez az autós felvonuláshoz. Az autós-motoros menet a Bősi úton haladva hagyta el Dunaszerdahelyt, majd a célállomás Párkány felé folytatta mintegy 100 kilométeres útját.